A mai Szóbeszéd magazinunk kiköltözött ide a Celldömölki VSL sporttelepére abból az alkalomból, hogy új műfőes pályát avattak a center pálya mellett. Köszöntöm a TVC nézőit, és tisztelettel köszöntöm mai stúdiónk vendégét, Mészői Klármánt, 61-szeres volt válogatott labdarúgót, illetve volt szövetségi kapitány, jelenleg az MLS elnöki tanácsadója. Hát ugye önnek ez a pályaépítési program nem új keletű, nagyon otthon van benn. Hogy érzi, hogy mekkora lökést, mekkora tolóerőt adhat a magyar utánpótlásban ez a pályaépítési program, ugye amelynek már a második üteme zajlik? Igen. Hát nagy tisztelettel köszöntöm én is a kezdés nézőket, és nagyon örülök, hogy itt vagyok, és megkaptam ezt a megtiszteledést, hogy Celldömölkre lejövettem. És minden ilyen helyre szívesen megyek. Tudni, így gondolom, azzal nagy dolgot nem mondok el, hogy hát a futballban csak otthon vagyok egy kicsit, és ismerem azokat a problémákat, amikkel küzdködnek a kis csapatok, akár Budapesten, akár vidéken, és borzasztó nagy dolognak tartom, hogy ebbe az új programba ilyen kiválóan tudunk helytállni, és minél több pályát tudunk átadni. Ezt azért is tudom mondani, mert egy időben én voltam az Olé program ügyvezető igazgatója, és rengeteg problémával küzdködtünk. Ma rengeteg programunk van, gondolják bele, most itt vagyunk ugyan Celldömölkön, hétvégén Békés Csaba mellett kell lemennem, három Kondorosra, utána Kalocsára megyek, aztán jövök ide fel a Fejér megyébe. Tehát mindenhol örömmel megyek el, és csinálok ezt a dolgot, átadni a pályákat, mert látom, hogy milyen szeretettel veszik az emberek, milyen sokat áldoztak. Itt kell emeljem a polgármester urat, aki az ő a nagy agilitásával rengeteget tud tenni azért, tehát egy sportvezető, aki szereti a sportot, az rengeteget tud segíteni az egyesületnek, a megyének, a városnak, a falunak, stb. És itt, amiket észrevettem, mert amiket láttam, az nagyon-nagyon pozitív dolgok. Nem beszélve, hogy találkoztam Klampár Tiborral, aki ugye jó pár éve fiatalabb, de régi kedves barátom, és az asztali tenisz atya, és amilyen szeretettel beszél az itteni asztali tenisz munkával kapcsolatosan, bajnok csapat van, a legjobb játékosok itt vannak, tehát itt érzem, hogy szeretik a sportot, akarnak tenni érte, összefogást érzek, nem a széthúzás, egymás bepiszkítása és mindenfajta dolgokat mondani. Ez a kis pálya, ez rengeteget fog jelenteni a gyerekeknek, akik szeretettel, örömmel fognak jönni, nem a sárba, a pocsokba, meg mindenbe kell futballozni. És én ebben nagyon nagy fejlődési lehetőséget látok majd a jövőt illetően, hogy ezek a kisgyerekek, akik elkezdik 5-8-10 év múlva, hova tudnak elérni. Erre nagy szükség van, és mondom, annak az összefogásnak meg kimondottan, hogy tudjanak építeni. Az új terveket tudom, hogy jövő nyárra nagy pályát akarnak átadni, és mi akarnak fejleszteni. És ezek nagyon pozitív dolgok, főleg ugye itt, ahol az itt Vas megyében kiváló csapatok voltak, akár a Szombathelytől kezdve, itt az öreg fiúkkal is találkoztam, hogy fognak játszani, a győriekkel, az alegerszékkel. Tehát itt ennek nagyon nagy hagyománya van a futballnak, és ezt tovább kell fejleszteni, és újra arra a szintre felhozni, ami korábban volt a magyar futballunk. Tehát, hogy akkor előbb említette is ön, hogy járja az országot ezzel a programmal kapcsolatban, gondolom, akkor örömmel látja, amikor egy-egy ilyen pályát birtokba vesznek a kicsik. Hát igen, ez a másik, amit ki kell, hogy emeljek, hogy nagyon sok helyen megfordultam, még mielőtt a tervezgetések mentek, és mindenhol a panaszokat hallottam, és a problémákat. És mindenhol azt hirdettem, és próbáltam az én temperamentummal, hogy legyen összefogás, legyen szeretetteljes. Hát én azért dolgoztam Békés Csabán, Zalaegerszegen. Tehát én nagyjából ismerem, és tudom, hogy hogy van, és milyen küszködések voltak. Ezeket nagyon nagy dolognak tartom, és ennek alapján megjöhetne a jövőbe az olyan fajta eredményesség, amely a magyar futballra szükségeltetne. A másik pedig lenn, ugye, hogy a Dunai Anti is ugyanebben a szerepkörben van, mint én. Mi vagyunk ketten ilyen nagykövetei tulajdonképpen a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, és örömmel szívesen jövök el, még ha akármilyen messze is van, mert látom azt a szeretetteljes fogadást, látom azt az örömöt, hogy
Na, örömet tudtunk szerezni ezzel az építkezéssel, és mennyire meg tudják becsülni ezt az egész dolgot. Úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Ennek most már csak az kéne, hogy a közeljövőben most ugye szerdán játszunk egy barátságos meccset Izraellel. De utána lassan beindulnak a selejtező mérkőzések. Ha magyar csapat tudna, ugye Andorával kezdünk, a fiam az épp most van kint, nyugaton valahol játszanak az Andorra egy barátságos mérkőzés, és ő a megfigyelője az Egerváriak. Azt kéne, hogy a válogatott csapatunk is tudjon eredményes lenni. Micsoda öröm volt az olimpián, senki nem számított ennyi ilyen sikerre, hogy ennyi arany lesz. Micsoda örömet szereztek a szurkolóknak, a nézőknek, a televízión keresztül, kinn a repülőtéren. Hát végre ez a kis nép, hogy a sportba is tudjon odaérni, ahol a Puskásék, ha nem is a Puskásék időszakát, de a Mészőjék időszak, Mészőjék, Albert, Farkas, Benéjék időszakára, hogy ott legyünk a világbajnokságon, és a válogatott csapat is megkezdi a felkészülés. Hát ez is egy lépcső lenne, mert ha ott egy jó szereplés van, és ki tudnánk végre jutni egy ilyen nagy világversenyre, az megint a magyar sportot tudna emelni anyagilag, erkölcsnek, mindenféle tekintetben. Hát ugye nyilván, ha a magyar válogatottban ismét lesznek úgymond nagy sztárok, akkor azok nyilván gondolom a kicsik előtt is példaképek lehetnek. Hogy érzi most, hogy ha néztük az EB-t, én úgy éreztem, hogy helyünk lett volna ott ennek a magyar válogatottnak most. Mekkora realitások vannak, hogy esetleg kijuthatunk a VB-re? Hát nézze, én sokan megkérdőjelezik az én véleményemet, mert le van írva nekem a saját naplomba az eredmények. És én nem azért, hogy ezzel akarok én kitűnni vagy szerepelni, de én biztos továbbjutást várok a magyar csapattól. Ismerem a törököket is, Törökországban voltam szövetségkapitány, dolgoztam Törökországban. A románokat ismerem, mint kapitány. A Hadzsival nagyon jó viszonyban vagyok, aki korábban Törökországban játszott, ugye a Galatasarayban. És mindegyik panaszkodik. Panaszkodnak a törökök, panaszkodnak a románok, hogy nem jó csapatuk van. Korábban sok jobb csapatuk volt. Na most ezt a sírálkozást nem kell figyelembe venni. Itt a hollandok azok, akik egy nagyon komoly szerepet tölthetnek be. De ők is verhetőek. És a mellette lévő csak bárkivel, oda-vissza alapon, ennek a csapatnak minden körülmények között nem lehet más célja. És én nem akarok mellé beszélni, elnökségül is, vagy bárhol, én ezt hirdetem meg. Ezzel az igével kell ébredni, kelni, feküdni, hogy a magyar csapatnak mindent el kell követni, a külföldön szereplő játékosok, akik itthon szerepelnek, legyőzve mindenkit, az akaratot, a lelkesedést, mert ez a csodálatos nép, ahogy ünnepelte az olimpiai bajnokokat, milyen szeretetteljesen, ünnepelje már a focistákat is, hogy ki tudnánk. Ki van éhezve a szurkolósereg a sikerre? És most a labdarúgásra egyértelmű. Ez a Vladimir Koman féle korosztály generáció, gondolok itt arra, ugye néhány évvel ezelőtt nagyon szép sikert értek el, ugye 20 évvel a ifjúsági világbajnokságáról bronzéremmel tértek haza. Hova juthat el ez a generáció, illetve mennyire lehet majd példakép a mostani 6-7-10 éveseknek? Hát nézd, ez egy nagyon tehetséges társaság volt, és most is tehetségesek. Én mindenféleképp várom az ő még jobb előrelépésüket. Tudnék, ugye ők kint külföldön játszanak. Az egy nagyon nagy negatív dolog, ha nem tudnak játszani a csapataikba. Na most, hogy én nem tudom elképzelni, hogy azért nem játszanak, mert rosszul szerepelnek. Nem, hát ott vannak másfajta edzők, másképpen. A Dzsudzsákot is másképpen ítéli meg ez a mostani edző és szintje, meg stb. Stb. És éppen talán beszéltem Telkibe, a válogatnak az edzőtáborába, és mondtam neki, ne törődj senkivel, magaddal törődj és hajtsa. Az anyagokkal nem kell törődni, mert minden rendben vagy. Kámolva, így is van. Csak magaddal törődjél, és hajtsa, és akarja, és visszajössz a válogatottba, gólt kell rúgni, helyzetbe hozni a társaidat, együtt jó kollektívát képezni. Úgyhogy van bennük egy nagyfokú akarat, nagyon sokan már megmérettőztek ugye azon a bizonyos bajnokságon, és nagyon szép eredményeket tudtak elérni. Nagyon sok fantázia van ezekben a gyerekekben, és valahogy a hozzáállásuk az egész selejtező mérkőzés nagyon pozitív az én szememben, és állandóan ott vagy közöttük Telkibe, meg egy-két utánpótlás társasággal utazok is, külföldre, meg itthon is. Szóval van bennük szeretetteljes akarat, és ez a lényeg, és ennek meg kell lenni az eredményének. És hogy látja, hogy mentálisan mennyire fejlődtek? Ugye régen szokták mondani, hogy mi mindig az utolsó percbe kapunk ki meg, hogy megijedünk a nagy lehetőség előtt. Most ezek a fiúk mennyire vannak felkészítve mentálisan? Hát ez ilyen tekintetben másképpen alakult, mert ha visszaemlékezünk, épp az utolsó percben tudtak olyan most már ez változott, hogy változott, hogy gólt tudtak rúgni a Dzsudzsák, vagy akármelyik másik. Úgyhogy az edzőtáborban mindig ott vagyok ki közöttük is, nézem. Szóval ez egy jó szellemű társaság, csak jöjjenek az eredmények. Az eredmények csak meg úgy jönnek, ha akarod, ha duplán akarod. Most volt egy pár tétmérkőzés különböző tornákat, a Kispestnél volt, a Honvédnál volt egy torna,
nem a Honvéd csapata nyerte, kicsit szomorú volt. Telkibe volt egy torna, és meglepetésre Izrael nyerte, azokat se lehet félváról venni le, ez bebizonyította most az utánpótlás válogatottat. Tehát itt senkit nem lehet félváról venni, mindenkire nagyon komolyan, határozottan készülni kell, oda kell tenni magukat, és most már érzik az embereknek a szeretetét. Tehát most már nem arról, úgyse bírják a végét, úgyse bírják ezt, úgyse bírják azt. Merem remélni, hogy ebben lesz előrelépés, és ez nagyon fontos ebből a tekintetből, ehhez a pályaépítésekhez meg maximálisan. Itt a pályaépítések mellé még hozzáveszünk azt, hogy például most nagyon sok akadémia létezik Magyarországon, futball, foci akadémia, labdarúgó akadémia. Mennyire jelentős ezeknek a szerepe? Tehát mennyivel jobb ott a felkészültség? Hát nézze, én most egy kicsit elfogult leszek, mert ugye van egy Mészöly, nem tudom mennyire tudják, egy Mészöly foci suli, és 570 gyerekünk van. Nagyon keményen dolgoznak, nagyon-nagyon odafigyelünk, három helyen is van, Üdőben, ahol a fiamnak a lakása, illetve háza van, akkor római parton van, és a 11. kerületben. És nagyon-nagyon következetes, nagyon kemény munka folyik. És én, amit beleszólok, vagy beleszólhatok, az az, hogy mit mondok a fiaimnak, mert mind a kettő ott tevékenykedik, hogy szeretetteljesnek kell lenni az edzők szerepének. Nem kutyaütőnek meg ledegradálni, hanem igenis megsimogatni. Tehát mint egy igazi otthon, mert ugye az akadémia, igen, a szülőkkel nagyon keveset találkoznak, mert azért az se volna rossz, hogyha minden este a papa megsimogatja a buksiját, hogy na mi volt, hogy volt, stb. Lehet, hogy csak a hétvégén tudja. Tehát rengeteg félelem van az érészemről, hogy nehogy elsikaljanak azok a gyerekek, akik tehetséges, és aztán valamilyen oknál fogja elve. De nagyon fontosak ezek az akadémiák. Nem véletlenül, hogy Illés Béláék ugye Szombathelyen a nevüket adták el az egész dologhoz, és hogy hogy csinálják az egészet, Győrött. És itt is beszéltem a polgármester úrral, itt is van elgondolás esetleg, hogy olyan magyar gyerekeket hoznának be, akik magyarok, de nem itt élnek, hanem éppen a szomszéd országba, és esetleg itt egy ilyen akadémiát alakítani. Tehát vannak elgondolások, csak ezt meg kell tölteni tartalommal. Szeretetteljes tartalommal, foglalkozni a gyerekekkel, simogatni, ölelgetni, babusgatni, nem elkényeztetni, és a keményen megkövetelni a munkát természetesen. És változatlan azt hangsúlyozom, amire az országra mindenfajta téren ráférne, a szeretetteljes, együtt gondolkodás, egymás kezét fogva, most mindegy, hogy milyen színű vagyok, olyan színű vagyok, vagy milyen vallású, stb. Magyarország él, a magyar sportér, mert lehet látni, hogy mire képes. Peking után senki nem számított 3-4 éremnél. Jött, ami nem jött be, és az problémás volt, de bejöttek olyan, akik nem is számítottak. Ez a Risztovéva, hogy mit csinált, tehát ez sírva néztem a televízióban. Hát ez tehát egyik legnagyobb teljesítmény volt, hát, ugye igen. Vagy a kis vívó gyerek, most elfoglalkozik a Vasasba, ugye, 23 évesen, és hogy nyilatkozott, az az intelligens nyilatkozattétel. Szóval ezek nagyon fontosak, és most egy kicsit úgy érzem, hogy az országunkat egy ilyen szerencsésebb dolog érhette, hogy a sportban is kezdünk olyan odafigyeléssel, foglalkozzanak velünk, segítség, támogassák, és ezek a létesítmények, ez meg alapvetően nagyon fontosak minden szempontból. És hát ugye nézzük az elmúlt évek NB1-es tabelláját, ugye a dobogós helyeket, vidék előre tölt, gondoljunk csak ugye a bajnokcsapatokra. Gondolom, akkor ez is bizonyítja itt a vidéki labdarúgó bázisok létjogosultságát. Igen, ez az egyik ilyen dolog, és a másik, amit itt örömmel vettem, mondom, függetlenül, hogy ki a polgármester, mi a polgármester. Hát ez az ember, ez lóti futi volt, amit itt szaladgált jobbra-balra, és nem érdemtelen akarom felemelni a piedesztára, de ilyen vezetőkre van szükség, ez a feladata, és nem csak a sportban, hanem bármelyik téren ennek a városnak mindenféle tekintetben, a gyógyvizétől kezdve, hogy legyen, mint legyen, ezt mi halljuk föl Pesten, és nem véletlen, hogy a vidék nem föltörekvő lett, hanem ott van az élbolyban elől, mindenféle szempontból, ugye a tulajdonosok, hát a Debrecen, én nem vagyok Debrecen drukker, de meg kell süvegelnem azt, amit ott a tulajdonos, a polgármester és amit ezek az emberek a versenyzőkön keresztül tudnak elérni, ez nagyon-nagyon pozitív ilyen tekintetben. Itt a szombathelyiek, ugye, épp a polgármesterről beszélgettünk, hogy annak idején voltak ezek a külföldről bejött ezek a nyomdászok, akik itt voltak meg Szombathelyen, támogatták, segítették. Arra is szükség van, hogy segítsenek, támogassanak bennünket. De saját erőből is meg lehet oldani egy csomó dolgot olyan fajta vezetőkkel, akik ezért a sportért akarnak tenni. Hát örülünk, hogy így látja itt a céldömöki törekvéseket. Akkor úgy érzi, hogy ez esetleg országos szinten példamutató lehet? Én biztos vagyok benne,
és örülnék, hogyha ha kapnék jelzést, hogy a televízió nézők hogy vették ezt az egész beszélgetést, mert nem volt megadva nekem, hogy na erről kell beszélni, mert ez a helyesít Celldömölkön, hanem az érzéseim, a tapasztalataim, amiket láttam, hallottam, és ennek csak pozitív irányú dolgai lehetnek, és drukkolok is önöknek mindenfajta tekintetben. Szép itt minden, innen a vezetésnek a kabinjából nézni a mérkőzést, úgyhogy sok sikert kívánok, és remélem, hogy Klampár Tibor vonalán haladva, ugye, mert az asztali teniszezők bajnokok, most már a harmadik ízbe, azt hiszem, egymás után. Igen, igen, zsinórban. És ugye hát a Tibort az kisgyerekkor óta ismerem, és tudom, milyen versenyző volt, és hogy milyen lelkesedéssel csinálja, az sem mindegy. És ez nagyon fontos. Igen. És hát akkor tényleg kívánjuk magunknak is, hogy itt Celldömölkön a foci még tovább erősödjön, és akkor nyilván pedig a magyar labdarúgó sportnak, kluboknak is, és a válogatóknak is gondolom minél hamarabb, minél nagyobb sikereket. Így van, kívánunk. Örömmel lennék, hogyha ez lenne az elkövetkező időben. Hát én nagyon szépen köszönöm Mészői Klármának ezt a kis beszélgetést, további munkájához jó egészséget és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért bele mai Szóbeszéd közéleti magazinunkban, én köszönöm figyelmüket, további kellemes napot, minden jót. A Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programja keretében megépített műfűves pálya átadásának avató ünnepségét. Külön tisztelettel köszöntöm Korsbai Évát, az MLS kommunikációs és marketing igazgatóját. Mészői Kálmán urat, a Magyar Labdarúgó Szövetség tanácsadóját, a Lajos urat, a Vas megyei Labdarúgó Szövetség igazgatóját. Kovács Ferencet, a megyei közgyűlés elnökét. Fehér László urat, Celldömölkváros polgármesterét. Farkas Gábor urat, Celldömölkváros jegyzőjét. Balázs Bélát, a CVSE elnökét. Sárvári és a celldömölki U9-es válogatottat, a haladás és celldömölkőre fiúk válogatottját, valamint a sportbarátokat. Kérem önöket, hogy énekeljük el a himnuszt. Hallgassák meg Zerg Zoltán a Futballpályán című versét Sipos László, a Soltis Lajos Színház tagjának tolmácsolásában. Zerg Zoltán a Futballpályán.
A gesztenyelombok mögé bújt kis futballpályán délelőtt iskolás gyerekek rugdalják a labdát a kapu előtt. Engedjetek, hadd rúgjak én is egy 11-est legalább, hadd panaszlom jó büszkeséggel, eltaláltam a kapufát. Pedig de szépen szállt a labda, s vele boldog tekintetem. Ó, hányszor múlt egy kapufán csak egy arasznyit is csak a győzelem. Pedig, de vesztesen is, úgy is szép volt a vasárnapi alkonyat szárnyai alatt összebújni. Ferit, Sanyit, a társakat tudni köröttem. S tudni azt, hogy ha győzelem, ha vereség, a mi szívünkben csak a hűség hajtja új ágát, levelét. Mi el nem hagyjuk csapatunkat, vagyunk az öreg drukkerek. Új tavaszt, vasárnapot várva virrasztja szívünket a telet. Ó, futball, futball! 40 éve kísérsz, bármerre is megyek. Te sem hagysz öregedni engem. Lelkemben fülel a gyerek. Ma falu széli fák tövében, holnap a városi grundokon rúgom a labdát a gyerekekkel, akik nem a szürkülő hajat látják, hanem a szívünket, a halálig izzó pirosló parazsat. És amikor a ma végső sípszóra, a pályáról majd lemegyek, ha csapzottan is, ha lihegve, de mégis, mint a győztesek. Tisztelettel felkérem Fehér László polgármester urat, hogy mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt hölgyeim, uraim, igazgató asszony, kedves vendégeink, engedjék meg, hogy Feldömött Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntsem Önöket ezen a jeles ünnepen, ezen a sportpályavatáson. Engedjék meg, hogy egy-két gondolat erejéig visszamegyek a történelembe. Hiszen 2005-ben a Bozsik program keretében avattuk az első műfüles pályát Feldömökön, de 36 millió forintot támogatta az akkori kormány, amihez 9 millió forint önrészt kellett vállalni a városnak, és hát 25 millió forint társadalmi munkát tudtunk elvégezni az önrészbe, amihez meg szeretném köszönni az akkori Mávécelnek a vezetését, Csöpte Józsefné alpolgármester asszonynak azt a segítségét, hiszen akkor is egy önzetlen összefogás volt az önrésznél. Nem is olyan régen, ez év tavaszán hirdette meg az MLS és a magyar kormány a műfüves pályaépítési programot, amihez csatlakoztunk ide a sportpálya mögé, hiszen amikor még Antók úr volt a sportpálya vezetőjét elképzelése szerint egy lelátó lett volna, és hát ennek a helyére adtuk be a pályázatot, aminek 27 millió forintért nyert el egy budapesti cég, aminek az önrésze 8,1 millió forint volt. A Feldömök Város Önkormányzata, a képviselő testülete csak úgy engedte ezt a pályázatot, hogy 15% önrészt vállal, a többi pénzt szponzorok támogatásából próbál összeszedni a sportegyesület vezetése, hogyha netán ez nem sikerül, akkor a CVS-e labdarúgó szakosztálynak ez évi és jövő évi támogatásából ez az összeget levonja. Én meg szeretném köszönni Balázs Béla úrnak, a CVS ügyvezető elnökének, hogy ebben a munkában, valamint Sebestyén Attila úrnak, aki utánpótlás szakágvezetőként, illetve a jómagam próbáltunk a szponzorok után menni, és hát jelenthetem, hogy több mint 4,5 millió forint szponzori támogatásot össze, így a sportegyesületnek, hogy úgy mondjam, a támogatását ez évre és jövő évre az önkormányzat békén adja. Ugye ez is egy összefogásnak a része, ahol közel 30 cég és vállalkozás segített ebben kisebb-nagyobb résszel. Külön meg szeretném köszönni Homlok úrnak, aki itt áll mögöttem, akik ennek az önrésznek közel felét fölvállalták, hiszen a városban mint komoly cég és munkáltatóként ebben segítettek. Természetesen az önkormányzat beadott egy másik műfüves pályára is egy pályázatot, ez egy 105x68 méteres lenne, kinn a vulkánfürdő mellett épülne, jövő nyárra fogna elkészülni, ennek a bekerülési költsége közel 140 millió, 150 millió forint, aminek az önrészét szintén szponzorok és jelen esetben itt a UFA szállodalánc vállalja fel, amin keresztül városi tulajdon lenne, általános iskolák, középiskolák használhatnák, és mellette edzőtáborokra szeretnénk főállami magyar és külföldi csapatokat. Ugye folytatva a sort, a városi általános iskolában több mint 1000 gyermek jár, a régi ötös iskolának az udvarán, ahol van egy betonos villanyvilágításos kézilabdapálya, és szintén az önkormányzat egy műfüves programban, amit ezt a belügyminisztérium hirdetett meg, adtuk be a pályázatot, ebben még eredményhirdetés nem történt meg. Úgyhogy én meg szeretném köszönni mindenkinek a munkáját ebben az összefogásban, amit itt sikerült véghez vinnünk.
Én azt kívánom, hogy a városban működő általános iskolák délelőttönként, délután a sportegyesületnek a sportolói, este pedig a másik, illetve ezt a villanyvilágításos pályát használják baráti társaságok, sportegyesületek a környékről. Én úgy gondolom, hogy ez a program is arról szól, hogy minél több sportolót neveljünk és szabadidőt jól eltöltsék a sportolóink. Ugye hát nem is olyan régen tett vége az olimpiának, és hát az olimpián a magyar sport, úgy veszük, egy nagyon kiváló eredményt ért el, hiszen a világ országai közül 9. helyezést ért el ebben az aranyérmekkel, a 8 aranyéremmel, az ezüstéremmel, bronzéremmel. És hát szurkolhattunk egy olyan sportolónak is, aki Szeldömökön járt általános iskolában, és 15 évvel ezelőtt nyerték az országos diákolimpiát kézilabdában, és hát a Császár Gábor innét került ki, és hát vezér személyisége volt ennek a csapatnak. De a labdarúgás tovább folytatva talán elmondhatom, hogy a mögötten álló Domány Lajos Szeldömökön, hogy a Fabó Ferenc innét kerültek ki, aki volt NB1-es gólkirály lett, hogy a Mészői Kálmán Zalaegerszegen vezetőedzője volt neki, hogy olyan sportolókat, legendákat tudtunk adni a városnak, az országnak, és bízom benne, hogy akár ez a 3, akár ez a 4 működés labdarúgópálya egy olyan utánpótlás nevelésbe, amivel mi is csatlakozunk, fog még olyan sportolókat adni ennek a megyének, a városnak, az országnak, amire büszkék lehetünk. Külön tisztelettel engedjék meg, hogy egy kicsit lejtsen a pályán nálam a sportba. Külön tisztelettel köszöntöm a Klampár Tibor urat is, aki itt az edzőtábort vezeti a celdömöki sportolóknak, mint kétszeres világbajnok, többszörös Európa bajnok és 38-szoros magyar bajnok, és hát bízom benne, hogy az asztali teniszben is tudnak majd csatlakozni olyan sportolók ehhez az eredményhez, amit elértek. Úgyhogy én tisztelettel ajánlom használatba, és hát vigyázzanak erre a pályára, ez is egy érték. Mi is, mint önkormányzat megpróbáljuk ezt a létesítményt tovább fejleszteni. Terveink már vannak, TAO pályázatot szeretnénk ezt a lelátót befedni, a létesítményt felújítani, és ennek a környékét is úgy rendbe tenni. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmüket, és hát ajánlom, hogy jöjjenek és sportoljanak ezen a pályára. Tisztelettel felkérem Mészői Kálmán urat, 61-szeres válogatott játékos, egykori szövetségi kapitány, hogy mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves fiatal barátaim, sportolók! Megtiszteltetés egy ilyen vén krampusznak eljönni ilyen messzire, és egy ilyen szép, csodálatos sportlétesítmény átadásán részt venni. Elég sokat szenvedünk a Magyar Labdarúgó Szövetségben egyéb megjegyzések miatt, de ez egy jó nap, ez egy kellemes nap az ilyen pályaátadások. És arról nem is beszélve, hogy olyan kellemes meglepetés ért, hogy kedvenc barátomat, játékos társamat, Halmasi Zolt is tudtam itt üdvözölni. Klampár Tibort is köszöntöm, mert ugye én vele nem pingpongoztam abban az időben az edzőtáborban, mert nagyobb labdát szerettem, és én csak a kis labdákkal szeretek játszani. És nagyon sok olyan kedves sportolóknak, akikkel nagyon régóta nem találkoztam. Ez egy csodálatos nap, mondom a számomra, örömteli, és a televízióban, az önök városának a televízió is elmondtam, hogy csak gratulálni tudok, mert az összefogás, a szereteteljes összefogás mire képes. Pályát tudtunk átadni, pályát tudtunk építeni. És ez nagyon hasznos dolog most, pláne az olimpia után, amikor megjönnek a versenyzőink is, és mindenki a legnagyobb szeretteljesen tud rájuk gondolni és fogadni a repülőtérre és bárhol, az aranyéremtől kezdve bármelyik pontszerző versenyző részére. És én hiszem, hogy ez a pálya, ez hozzá fog járulni, nem csak az, hogy milyen futbolistákat nevelnek itt Szeldömökön, hanem az utánpótlásnak, hogy egy nagyon tehetséges garnitúra jöjjön ki, szeretném megérni még, hogy egy olyan 15 év múlva valaki azt mondja, hogy Kálmán Bálány, ott voltam azon a pályát, de most meg a magyar labdarúgó válogatottban rúgom a Puskás Stadionban a gólokat, és tovább fogunk jutni valamilyen VB vagy EB szereplésre. Tehát ezt kívánom önöknek, gratulálok azoknak a vállalkozóknak és azoknak, hogy beszálltak a saját pénzükkel, és támogatták, hogy itt egy ilyen csodálatos kis létesítmény jön össze, és ebből is látszik, hogy ha össze akarunk fogni, és össze kell, hogy fogjunk, függetlenül mindentől, akkor nagy eredményekre képes ez a kis ország, és főleg itt Szeldömök, ahol a labdarúgást gondolom az eltérő időben még hatékonyabban fogják üzni. Sok sikert, jó szereplést és mindenkinek gratulálok. Köszönöm szépen! Szeretném ide szólítani a pályára Halmasi Zoltán urat, és neki is szeretnék egy nagy tapsot kérni, hiszen ő a pályára.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most a műfüves pálya avatása következik. Róló, megdolgoztak minket. Először is meg szeretném köszönni az MLSZ részéről és a támogatást. Lehet, hogy akkor jó használatot kívánunk a pályázat, és akkor nem tudom, hogy